Hey, champ. Why the long face? I don't know, Scott Baio. I really screwed up last night. Come on. Talk to me. Tell me what happened. All right. I'll try. I took her on a date. Things seemed so bright. I knew I would not need my U-porn tonight. We go to her place and we fool around. We throw all our clothes to the ground. We begin as she turns out the lights. I start but feel something so very extra tight. I hear her cry and I see her frown. Csúmisnak Toma, a szavaztok, jó reggelt! Már kell, és szavaz. Try some preparation, H, it'll make you feel better. In my defense, those holes are so close together. Oh, baby, baby, don't feel defiled. It's a common accident during doggy style. See so good. I had no idea where I put my wood. I want to make things better, want to make it all right. If you want, you can put on a strap on and give it back to me all night. I'd rather she did it. That's why God made that hole not for inserting. Tell me how you feel, baby, please don't pause. Now I know how they feel in that HBO show Oz. Baby, take some Advil, your pain it will fix. From the way you walk, you can compete in the Special Olympics. If this was Alabama, we would be on trial. That's how my mom took my temperature when I was a child. Hát de amúgy tényleg, szavaztam Mika. Az öreg boomer. Szavazz, Paci. I stuck it in your ass. Csak mindjárt megyünk. Persze, mindenképp a kettő is menni fog. Amúgy az egynek is van még 5 vagy 6 fejezete. Megnéztem az összes kiegészítőt. Most ugye az egy sincs még fúra kijátszva. Let
you know that I am no creep. Because I love you, you are for real. I'm sticking right here, pumping for Jill. Gilić jojo, Gilić ne. Gilić ne, vagy Gilić ne. Szia macska, kösz szépen jó. Né. I'm gonna stay here, pumping Jill's hip. Na, hát akkor üdvözlöm az egész családot itt a streambe. Na, imarongsz. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Egészségedre váljék. Szia, Hunnia! Na, szevasztok! Kicsit... Csak kicsit fehér lett ez a kamera, nem? Na, így már jobb, mint a semmi. Szóval Zsocku. Csumi mindenkinek. Szeretném, ha elmondanátok, hogy milyen a minőség. Mennyire mosódik a kép, meg ilyenek. Hopp, macska, ez egy jogos kérdés. Jogos kérdés. Köszönöm is, hogy megkérdezted. Azt mondja... Ez a GMR. Jó, mivel kaptam a Zsockokám korán reggel 10-kor, vasárnap, bedurrantasz egy szubot. Köszönöm szépen. Köszönöm Zsocko. Az egy hármas konvoj, csak nem megyek már rájuk. Óriási induló csel, át is vágtam magam az anyósülésre.
Hát jól aludtam. Erre menjünk. Trafizzunk csak úgy, simán, Lighty-ba. Hogy elörözgessünk. Mi legyen, chat? Trafipaxozzunk, vagy járőrözzünk? Hát csak te. Csak te dolgozol. Hát most, hogy... Hányan vannak? 31. Kirakós gyilkos után, hát mivel a kirakós gyilkos most már nem olyan aktív, ezért nyilván sokkal lassabb a nyomozás is. A grafika pedig most így tud kinézni. Lényegében egy... Hát... Fullos végül is. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tud így maradni. Aztán, ha elkezd akadni, vagy valami ilyesmi, akkor persze azonnal javítunk a dolgon. Ennyi. Jó napot kívánok! Ant mi? Kérem, szálljon ki a járműből, sőn a járdára. Na igen, tetszik. Tudod, hogy miért állítottam meg? Na, nem. A mil? Tudod, hogy mennyivel lehet menni a városba? 50-nel, igen. 90-nel. Tudod, hogy mennyivel ment? A mennyivel? 116-tal mértem be. A picába. Ezt most... A picafa, a most bemutatott nekem? Jól láttam? Bemutatott nekem? Nem igaz. Pedig nem. Láttam, itt várok maga előtt is, láttam. Nem igaz, csak annak ma mutattam be ottni. Kinek? Tán képzelődik. Megállni. Megállj! Megállni! Meg fogom állítani kényszerítő eszközzel. Hát ez nem volt jó ötlet. Amit tudom? Nem hallom. Kurva rádió. Megállj! Megállsz! Nem akulok!
nézd meg, nem tudom eltalálni a szemüvegtől, bazd. Kurva szemüveg. Álljon meg! Azon mennyivel gyorsabb az emel. Az meg a másik irányba ment. Nem baj, úgyis balra fog jönni. Szevasz, Ricsike. Szia, Blex! Na, fasza volt? Mennyire kockásodott vezetés közben amúgy? Vagy most mennyire kockásodik? Tehát, hogy van láthatóan javuló minőség, vagy igazából annyira nincs? Pillanat. Na, itt vagyok, bocsi. Csak felkelt a szerelmem.
Mi van a facecam-mal? Kamerát is vettem amúgy. Húzódjon félre, kérem. Húzódját a félre. Húzódjon le. Jó van, megállok, inkább nem fog béké hagyni. Nalapot kifárdok. A kurveget, de ronda vagy, Gecő, rendes, megijedtem. Városi József Nyobocó vagyok. Ha? Mit adhatok? Tudja, hogy miért állítottam félre? Már unatkozó. És még? Nem tudom. Azért, mert 127-tel mértem be városon belül. Hát az mondjuk baj. Nem 130-tel lehet menni? Nem, az az autópálya. Ja? Összekevertem a két utat. Próbálja meg betartani a 90 km per órás sebességhatárt. Kár lenne, ha összetörnék magukat. Jó van. Viszontlátásra. Viszlát. Sziasztok. Szevasz. Hello. Baszt, kivehetnéd a szádból. Köcsög. Majd kiveszem, ha jól esik. Jó. Sötétebb a kép. Hát... igazából sötét van most. Egy nagyon-nagyon-nagyon picit játszottam a sötétséggel. Meg kicsit színesebb, de igazából nem ez a része az, ami érdekel, hanem hogy kockásodik-e. Tehát, hogy van-e elmosódás, mennyire zajos a kép. Már majdnem olyan, mintha ti játszanátok a játékkal? Igen. Na jó van, akkor az volt a kívánt hatás. Olyan jó lenne amúgy, ha lehetne állítani, hogy hol legyen a Trafipax. Meg a méretét, meg ilyenek. Nem? Igen. Hát... megy a háromlábú. Csak engem kurvára idegesít, hogy itt van előttem.
ennyire. A kurva anyát, pretty. Hallgatjuk a rádiót, nekem tök feelinges amúgy, szeretem így, hogy kocsiba ülök, hallgatom a rádiót, és akkor olyan, mintha... Na, hát szóval OC is így van, érted? Ad neki egy kis hangulatot. Szavaz Gábor! Mondjuk a fények azok odabasznak. Menj már, ennek elől is villog a izéje. Azt a lámpát nem is vettem észre még. Tudjátok mit? Nem is mondtál hülyeséget. Felépítünk ide egy ápot. Mit szóltok hozzá? Itt fogunk hajtani végre egy igazoltatást. Na várjál. Azt mondja. Segíthetek, uram? Mit csinál, amit én? Megfogom magát bírságolni először is, mert átjött a járda szigeten. Na menjen a tátja. Megbírsa. Tudja én. Nézd hát csak meg ezeket a bújakat a szigetekben. Ez mondjuk egyáltalán, tehát ez egy köcsög dolog volt. Szia, Ati!
melyik is az a izé? Ah, igen. Szevasz Számvaidám és Gábor, sziasztok! Gábor, köszönöm szépen a szubodat! Köszi szépen! 11 hónap! Az már azért szép, szép szám. Szevasz Zsolt! Hát Fradika nem. Nem ez a legforgalmasabb, viszont az egyik legforgalmasabb talán. Szia Fallen, kösz a követés, szevasz Nandi. Csak majd egyszer jön erre valaki. Hát IC lett magyarázva, és IC meg is értette, hogy mi a lényege. Úgyhogy minden rendben van. Na, egy kicsit ez ilyenkor olyan, mint mikor a pók megcsinálja a hálóját, és várja, hogy belemenjen valaki, nem? Csak szar helyre csinálta. Sorbinyó, kösz a követést! Hmm.
Hát most, most ez a szolgálat, érted? Nem mindig az van, amit akarsz. Köcsög BMW-s. Milyen köcsög BMW-s? Szia Hyperman! Hát ez a lényege. Ez a lényege, Fradika. Milyen szomorú a Józsika, hogy nem jön senki. Hopp, hopp. Doma, köszi szépen az ötöst. Nocs, hogy mi a faszomat csinálok. Kérdezted, mi a faszomat csinálsz itt? Dolgozol. Normális vagy, te hőtartottad az embereket? Rázolt te büdös. Utána... Lendben a sofőrt szeretném ide a járdára. Itt szórakozol velünk? Hol van a baleset? Én vezettem. Mutasd már, hol a baleset? Baleset? Hol a baleset? Mi az a nagy izé? Ez útrámbontás lesz? Mit csináltál itt? Igazolt a társadalmi. Nem rendőr vagy? De igen. Hát akkor mit itt, mi ez az izé? Ki van itt bólyázva amúgy? Törött fel a betont? Azért van kibólyázva, hogy ne menjenek neki a járőrautónak, illetve hogy feltűnő legyen. De akkor miért nem húzottál le a járdára a rendőrautóval? Szeretnék kérni egy vezetői engedélyt. De ne állj olyan közel hozzám, hát rendes belátsz az aurámba, nincs én vezettem. Nem te vezettél. Most mondom, hogy én vezettem. Na, fasza. Jó van, működik még. Köszönöm, hogy leellenőrizted. Mindig próbálni, ez volt az álma. Óvoda, óta. Csöves, ne borogasd már föl. Nézd meg, mennyi munkája volt vele. Egy még áll. Mennyi munkája volt szegénynek? Azt szerintem őrizd. Most miért csináljátok ezt? Nem emlékszel ránk? Nem. Nem? Rémlik, mikor elütöttél minket ott a szórakozó helyen a Vanília klubnál a kocsival, mi? Nem. 4-5 embert elütöttél, te büdös. De ahogy ütöttem. Nem? Itt meg hazudsz is. Most te közteres. Össze-vissza ugráltatok a kocsi előtt. Na, megvennénk egy kicsit. Hogy micsoda? Na, jó, megvernénk most egy kicsit. Jó, lelövöldöznélek. Azt mondod? Igen. Az mi van, ha mi lövöldözünk le téged, mi? Akkor börtönbe kell ültök. Előveszem az ujjamat, azt mondom, hogy pok. Szagolj csak meg, milyen szaga van. Most vakartam meg a seggemet vele. Jó? Oké? Okay, nagyon figyelj, igen. Csak miért fasz szagú? Nagyon vicces vagy, Dagi. Jajaj.
Szóval miért? Mondj egy okot, hogy miért ne verjünk meg. Mert lendről vagyok. Akkor mondj egy igazi okot. Mert lendről vagyok. De kutyát nem is úgy nézek ki, mint egy rendőr. Másikot. Hol a jelvényed? Mutassam egy jelvényt. Mutatok. Ráadásul amcsicsa kimaradt. Tessék. Figyelj már, fordíts már a 90-nál balra, légy szíves. Hogy van ez? Lendben uraim. Azt mondja, városi. Semmi igazolványokat szeretnék kérni. Jó, én is szeretnék sok mindent. Meleg ételt, tetőt a fejem fölé, egy luxus kurvát, kis kábítószert. De hát az élet nem kívánságműsor. Persze, hogy nem. Viszont én szeretném leigazoltatni magukat. Szeretnéd, jó mondod, szeretnéd. Igen. De mi meg nem szeretnénk. Lendben. Hát ez sakmat helyzet. Hol mész? Most ne sértődjél meg, érted? Nem sértődtem meg. Biztos? Persze. És ezt pakolsz? Segítsünk. Segítsünk összepakolni. Mi? Hello? Ha már szóba velünk, akkor lesz igazoltatás, vagy nem? Szevasz, Hadzi! Uram! Távozhatunk a helyszínről? Persze. Köszönjük! Az az igazság, hogy ilyenekre nem pazarlok időt. Akivel, aki szeretne RP-zni, azzal szívesen RP-zek, de ilyen agyhalott dolgokra egyáltalán nincs felesleges kapacitásom. Szavasz, Error! És tudjátok, ez itt a legnagyobb probléma. Az ember feljön, egyedül van szolgálatban, amivel semmi baj nincs, tehát nem az a probléma, hogy egyedül vagyok szolgálatban. Próbálok még így is egy kis RP-t teremteni. Megcsináltam azt a rohadt útlezárást, egy tök jó látványos dolog volt, adott egy kis szint az egésznek. És hiába csinálod meg, egyszerűen nem. Nem akarják, vagyis az agyhalottak. Nem mindenki. De aki agyhalott, az nem akarja ezt az egészet. De aztán meg megy a izé, hogy a PD nem RP-zik, ugye? Tehát akkor kérdem én, mi értelme van annak, hogy a PD bármit is próbáljon. Vagy nem is a PD, bárki bármit próbáljon, amikor egyszerűen semmi igény nincs rá néhány embertől. Szia, Vakolat! De ez neki biztos egy tök jó dolog volt, hogy most látta, hogy ott vannak a bóják, meg dolgoztam vele, és akkor felborítgatta az egészet. Hát ez aztán, igen, odarakta az RP-t.
igazából nem védem. Annyira nem. Annyira nem két külön dolog. Oké, hogy szerepet játszik. Fú, nem. Nem tudom. Tehát oké, hogy az IRL és az RP két külön dolog, de annyira nem. Annyira nem két külön dolog. Tehát persze szerepet játszanak, hogy ők ilyenek, de ugyanakkor... Hivatalosan én ott nem... Tehát nem csinálja ezt meg, érted? IRL se. Ez a józan ész. Nem állsz meg egy rendőrségi igazoltatásnál, és rugod fel a bójákat. IRL se. Tök mindegy, hogy RP vagy IRL. Az alapja az IRL dolog, érted? Igen. De ez most nem csöves Robi. Vagy nem csöves Robi. Én várok mást. Mindenkitől várnék mást. Ennél még az is, talán az is jobb lépés lett volna, ha nem állnak meg, hanem tovább mennek. Nem akar belemenni a RP-be, az igazoltatásba, nincs kedve hozzá, menjen tovább, érted? Ki tudott volna kerülni, átmegy bárhol, úgyse tudok utána menni. És akkor nem húzzuk egymás idejét. De ez, ennek semmi értelme nem volt. Hát nagy üldözés nem lett volna belőle, mire beülök a kocsiba már 5 kilométerrel előttem vannak. Szia Dínyés! Most meg is nézzük. Jó reggelt, Patrik! Ez 130, ugye? 135.
Tényleg kinézünk ide a bányászokhoz, hogy minden rendben van-e. Dinnyi is azért nem lennék ebben olyan biztos. Megjelennék egy helivel mögötted, azt bemérnélek. Te megtesem? Szia, Morpheus! Hű, nincs innivalóm. Az kellemetlen. Jó napot kívánok! Minden rendben az urakkal? Jó napot kívánok! Kívánok! Mivel segítettek? Minden rendben van? Persze, tökéletesen. Rendben van. Csak ja, kiugrottam megnézni, hogy mi a helyzet itt, mert fenyegeti magukat, ja, veszély, vagy ilyesmi. Nem. Minden rendben. Nyugalom, béke. Nagyon örülök neki. Engem viszont fenyeget a szomjonhalás veszélye, esetleg tudna segíteni rajtam? Természetesen kifizettem. Megnézem, hogy van a kesztyűtartóba, persze. Na, pont szerencséje volt. Ez a szerencsénapom. Köszönöm, mennyivel tartozok? De semmivel, ne vicceljen. Köszönöm szépen. Ki szoktuk segíteni itt egymást, ha úgy van. Elég komoly fizikális megerőltetés, aztán ilyenkor persze az emberek itt segítik egymást. Hát igen, itt azért férfiakat nevel ez a munka. Hát ez így van, muszáj is. Rendben, ha bármi probléma van, akkor 107-es számon elérnek. Jó van, rendben, köszönjük. Viszont látásra, jó szépen munkát. Munkát. Viszont jó szolgálat. Köszönöm. Viszont tényleg nincsen semmi innivalóm. Sehova se. Na bassz meg, eltévedtem. Ööö.
hova kell kimenni. Amúgy egy valami érdekel, miért van az, hogy mindig a lefoglaltak előtt találtok meg, az mindig ott büntetnek meg gyorshajtásért, amikor 230-an mászkodok a városból, akkor meg semmi. Hát nem tudom, fogalmam sincs. Ehe, majdnem beszoptam. Ez mi? Mi gőzölög itt? Jó, ez egy jó zene. Szevasz, legenda, hát ez óriási RP volt. Jobb is, ha inkább ignoráltok. Köszönöm. Igen, csak RP-zni akartak, meg akartak verni és ott hagyni. Amúgy meg azt mondtam, hogy aki agyhalott. Vagy hogy agyhalott terpé, nem tudom, nem is érdekel amúgy.
Resgöv, kösz a követést! Úristen, 2 hónap, Jézus! Köszönöm szépen! A Gabcsi, köszönöm szépen a 2 hónapot! Na, hol csináljuk meg a következő lezárásunkat? Hello! Jó napot kívánok! Mit lenned be? Még nem, csak jöttem megnézni, mit érik a bankrendszer. Bankrendszer? Így van. Rendben, viszlát! Viszlát! Haha! Csak megvagy! Az a baj, hogy lassú ez az RS6, bazd meg. Egy Mercit kéne kihoznom. Bár szerintem eldobja. Thank you.
Istenem, mit Tipsy taktikával? Hát ennek én vagyok a mestere, Lee. Tényleg? Megállni! Nem állok meg, pücög! Nem állok meg, pücög! Hagyjál békét! Hagyjál békébe, pücög! Baja fog esni, álljon meg! Jól van! Cse! Boci! Sajnálom, boci! Jó mondjuk! Itt azért valljuk be, hogy... Lehetett volna annyi összem, hogy nem megyek be az MMRC elé. A megevett reggelire. Szia, Levi! Jó van, csak bazzák, pont jókor időzítettél, mikor elindítottam a streamet. Nem, faim volt, nem ment fel terepre, már a 10. másodperc után felmehetett volna a hegyekbe amúgy. Mégsem ment fel. Ja, nem baj. Nem baj, hogy akkor írtál, csak így már nem tudtam neked segíteni. De írd be a chatre amúgy nyugodtan, hogy mi a problémád, Levi. És lehet, hogy másoknak is van ötlete. Köcsögli, jó megpörgetett. Nem baj, írd le, hogy mit csinál. Írd le, hogy mi történik. Mindent, amit te tapasztaltál. Jó lesz. A Hóvirág ünnep minden évben rengeteg embert vonz az Alcsúti Arborétum. Ennek amúgy valami lett az elejével, nem? Tehát ez nem ilyen volt. A több ezer hóvirág és más tavasz hírnökök látványában minden nap 10 és 12 óra között. A virágzás körülbelül március végéig tart. És még egy kirándulást is ajánlok, Körtúra Budai hegységben a Török Ura Túra Majdon a 24 ukros egyevezető Körtúra Budai csúcsokkal van tele. Ilyen érzetre panorámából is akadt pár, de ott közben sziklákkal is találkozhatunk és erdőben is sétálhatunk. Meg egy oldalban kanyarunk és Keskenyösvényen. A nagyjából 7 km hosszú pár óra alatt teljesíthető alapvetően könnyű túra, tökéletes hétvégi program, egy kis természeti járással. Azon gondolkozom, hogy ez tök felesleges ez annyin. Ha
Hát az Interceptor az már azért szedi a lábát. Rendőr, rendőr. Megnyomozó. Szavasz. Az a baj, vagyis az volt a baj. Elszívok egy cigit, addig kiállunk ide trafizni. Aljasba. Szóval az volt a baj, hogy például ilyenkor reggel nagyon nem tudtam semmit se csinálni. Sok volt az üres járat. Én utána. Szóval muszáj volt kitalálnom valamit, amivel el tudom foglalni magam idézőjelben. Nem magam. Tehát, ami tudok csinálni akkor is, ha reggel van, vagy ha késő este. Ugye a nyomozással az a baj, az egy kurva jó dolog, de nem vagyok hozzá elég egyedül. Nyilván kell az is, aki után nyomozok. Hát, makik, aki... Lehet, hogy megvan az oka, nem tudom. Szia, csanád! Hát, ha jó lesz a géped, akkor gyere! Jó napot kívánok, már kérem, hogy húzza le az ablakot. Jó napot kívánok, pillanat. Jó napot, Városi József Nyomozó vagyok. Tudja, hogy miért állítottam félre? Nem tudom, biztos úr. Tudja, hogy mennyi a sebességkorlát? 130, nem? Igen, és tudja, hogy mennyivel ment? Nem tudom, biztos úr. Mit gondol, 130-tal? Vagy lehet, hogy egy kicsit gyorsabban ment? Hát lehet, hogy kicsit gyorsabban. Mert lehet. Rendben, hogy vezetői engedélyt kérek szépen, egy forgalmit és egy tuning engedélyt. Tuning engedély? Igen. Ha jól látom, akkor ablakfólia van az ablakokon.
Hát, így vettem az autót. Biztos, hogy nem a szalomba. Így hoztam el a kereskedésből. Valóban? Igen, igen. Érdekes. Mindjárt adom. Kapáló Dr. A.L. Dr. L. Kapáló. Üljön csak vissza nyugodtan. Ó, biztos úr, így jobb keresgél. Lendben, akkor jön a kocsi elé. Nehogy elüssék. Köszönöm szépen. Mit kért még a biztos úr? Forgalmi engedélyt. Milyen érdekes. Milyen érdekes. YV843. Érvényes 10. hó 2. Köszönöm szépen. Vissza is adom. Tudja, hogy van egy kis probléma? Na mi a baj, biztos úr? Hogy 10. hó 2-án lejárt a forgalmi engedélye, tavaly. Tavaly. Igen. Milyen érdekes, milyen érdekes. Tehát gondolja biztos, hogy menjünk keresztükre. Ez egy laptól? Vagy milyen kocsi ez? Dodge? Ez egy Dodge. Milyen Dodge? A Dodge Ram. Köszönöm. Jó napot kívánok, Városi József nyomozó vagyok a rendőrségtől. Egy ulat szeretnék beküldeni magukhoz, forgalmi engedélyt csináltatni. Van szabad időpontja? Persze, persze, Józsikám, küldjed, és itt vagyok. Lendben van. Te állod a cekket? Te állod a cekket, tesó? Nem, ő. Jó, akkor várom. Egy fekete Dodge Ram. Jó, oké, tesó, várom. Most indítom a keleti autót. Jó, oké, köszi. Köszönöm, szia. Csá, mesterem, hello, szia. Lendben. Vannak a HKS-ben? Igen, várják magát, foglaltam időpontot. Egy csekket ki fogok állítani a gyors hajtásról, a forgalmitől eltekintek. Jó, köszönöm szépen, biztos. És mennyivel mentem, biztos? 200-zal mértem be. Á, az kizárt, biztos úr. Nem, kizárt. Jöjjön velem, itt ez maximum parton lefele megyen. 200-at. Nézze, a műszer nem hazudik. Parton fölfele biztos, hogy nem megy ilyen. De a városon belül 130-al ment, mikor fellépett az autópályáról előtte. Az sem jobb. Rendben, letépem, aláírom. Szedom. Köszönöm szépen, biztos úr. Mennyi rendben. Meg? 100 euróra. Jó, köszönöm szépen, rendes úr. Menjön a HKS-be, várják magát. Megyek, köszönöm. Viszont szépen. Viszont tártásra. Haha, mekkora spot. Nem?
Mondjuk annyira nem, mert csak a kifele menőket tudom bemérni. Azt mondja, kizár dolog. Alig értem utol az Interceptorra, fasz meg. Áttapostam a pedált. Két hete nincs wifi a gépen, pedig kábele van megoldva, mióta megvan, és ha mobilnetemet csatlakozom, akkor semmi a CD-ket sem futtatja le. Mármint hogy nem értem, mi köze van a CD-knek a wifihez. Ledax, miért lett eltörölve a szállítás? De fingom nincs, nekem egyáltalán nincs belelátásom ezekbe a dolgokba. Nem én vagyok az illetékes ezzel kapcsolatban. Fogalmam sincs. Azt se tudtam, hogy volt szállítás, vagy hogy lett volna. Nem tudom. De ha tippelnem kéne, akkor a kifagyások miatt. Na, megvagy Lee, megvagy Lee, itt vagyok a seggedben, Lee! Vagyis voltam. Bazd meg! Pedig megint bemértem. Persze, itt van typo, hogy ne lenne. És USB-s a wifi-d? Vagy kártyás. Szomjan fogok dögleni, bazd meg. De lusta vagyok most elmenni. Hát mind csatlak... Van egy... Van egy wifi adaptered. Vagy egy sticked. Vagy egy kártya. Valószínűleg kell ez a belső szomorúság ahhoz, hogy ilyen érzelmekkel és ilyen mélységben el tudjon énekelni valaki egy balladát, mint ő.
Sziasztok, szavasz Brazi. Szóval... Hogyhogy nem tudod most? Szóval nézd csak, csanád. Ilyened van? Ez egy USB-s wifi. Vagy pedig hátul van beépítve a számítógépedbe, ahonnan kijön az antenna. Akkor ez egy beépített cucc. És gyárilag? Mondjuk, ha USB-n van bedugva, akkor is a gépből lóg ki. Hát nem tudom, csanád, így, hogy fogalmat sincs róla, hogy mi van. Így nehéz. Elméletileg ma lesz ruha, aha. Elméletileg igen. Rá is írok. Pinkszire. Mondjuk. Játszani is este, semmi hiba, és este alvóba raktam a gépemet, és most reggel bekap, úgy tűnt, hogy kezdi elől az egészet. Szerintem egy újra telepítés amúgy megoldja, sok mindent megold. Ha meg az sem oldja meg... Hát, az is lehet Fallen. Benne van, épp azt akartam mondani, hogy ha az újra telepítés nem oldja meg, akkor már valószínűleg valami hardveres probléma. Figyeld, ez megint az a csávó. Ugyanaz a dodzsos.
Ugyanaz! Napot kívánok, csak nem megint hátszínre jött. Biztos úr, most akartam ellenőrizni, hogy jó a sebességmérője, de jelentem, hogy nem jó. Nem tudtam sehogy csak 200-al menni. Hát mondjuk most csak 183-mal ment. Biztos úr, jöjjön, üljön be mellém, nem tudom annyival menni. Pedig nagyon nyomtam neki, de nem ment. Azt láttam, kitaposta. Most is. Kitaposta, nyomtam neki, de ez nem ment 200, valami nem jó a sebességmérőjébe, biztos. Ebben megkülnek a forgalmi engedélyt? Meg. Mutassam? Mutassa meg, igen. Én első körbe újra raknám a Windows-t. Amúgy. Első körbe egy Win újrarakás, és ha utána is szar, akkor lehet gondolkozni tovább. De az a legegyszerűbb. Ingyenes megoldás, hogy kiaknázzuk a probléma forrásokat. Igen, most is adom. Rendben. Hát ne próbálgassa azt a sebességet, jó? De mondom, nekem nagyon, nagyon gyanús volt, mert én már nagyon régóta használom ezt a járművet, de ez valamiért mostanában nekem már nem megy 200-at. Parton lefele esetleg, ha nagyon-nagyon nyomom, ott visszafele. Városba. Igen. Ott esetleg, de erre kifele ez nem megy annyit. Pedig nagyon nyomtam neki. Meg is van javítva, meg minden és úgy csinál. Rendben, viszont látásra 130-an próbáljon meg menni autópályán. Persze. Viszlát, jó munkát. Köszönöm. Bazd meg, muszáj vagyok elmenni kajáért. Mármint innivalóért. De hülye vagyok, hát a PD-nél van kaja, nem? Meg pia. Abból lehet nekünk kivenni, jól tudom? Van személyzeti ücsi. Vagy nem szabad? Bazd meg, csetet néztem. Nekem le. Szavasz Mate, vagy Máté. Majd kiderül, melyik. Jó, de azt senki nem méri be. Amúgy meg mindjárt szomjan döglök. Azt mondja, mit ígyunk? Mit lehet inni? Semmit? Igyak turmixot? Viagra. Szinkronos NDK-k az etta. Rockstar License. 1 millió vépengő, azt tuti tőlem van. Need for Speed Crack. Hát bazd meg, akkor kiveszem a turmixot. Csak nem tépik le a fejemet. Veszek 3 turmixot, majd visszaveszem, ha baj.
De az a rugós kés már nem is lesz visszaadva. Mondjuk igen. De mi van már? Az ott egy jó hely amúgy, nem? Szerintem ez jó. Tisztára, mint IRL. Szép napot, kollégák! Van valaki a rádión? Tibzi, itt, hát ilyen 3.40. Halambóval van. 3.40, 3.50 a beérkezési sebessége Tibzinek. De az meg már az a kategória, ami után nem mész. Szép jó napot kívánok! Jó napot! Minden járműleg legyen szíves! Tudod, hogy miért állítottam meg? Nem. Nem, mert Városi József nyomozó vagyok. 130-tal mértem be városon belül már. Tudja, hogy ez probléma? Gondolom... És van bizonyíték erre? Persze, bent van a Traffy Pax. Esetleg meg tudja mutatni? Persze. Jöjjön, jöjjön be! Ha ide néz a műszerfalra, akkor látja a legutóbb bemért sebességet. Látja? Látja itt a műszerfalon a legutóbb bemért sebességet? Igen, szavaz, látom. Bence. Rendben. Nos, nem fogom megbüntetni, csak szeretném... Szeretném megkérni, legyen óvatosabb. Rendben, okés. Viszontlátásra. Minden jót, további szép napot. Csördek is.
Minden fasz a Bence. Epergem kösz a követést. Hű, ott valaki nagyon kidriftelt. Az utolsó érem. Gyerünk, nem létező íveket kell használnom. Ez 267 és távolodik. Nem biztos, hogy ez az én fogásom lesz. Á? Nem érem utol. Szerintem feltuningoltatunk egy mercit. Ezzel már azért lehet elfogni az embereket. Persze. A megvétel is pénzbe kerül, meg a tuningoltatás is pénzbe kerül. Nem kapom vissza. Szia, Kronekháj! 1 000 000 éve nem voltál itt. Ez kell ide. Mondom, most ön szegúgy nyomom, vágod, mint a Batman. Entől lefelé. Sziasztok! Hello! Nem hallott a soma. Ki a faszom lak ide? Addig ezt befejezem. Ja. Na, akkor szín, ugye? Szavasz, Vito! Képzelés van. Hello, sziasztok! Sziasztok! Szeretnék tuningoltatni. Jó rendben. Aha, matpeket, de mivel? Milyen gyöngyházzal? Ha valami kék színűvel, érted, ilyen rágógum is, valami ilyesmi. Jó, oké, gyere. Igen, jól néz ki. Van változás? Szép napot, megy a munka? Persze, persze, hogy megy. Na, akkor jó. Felfüggesztést terjünk rá?
arra. Amit a kollégák szoktak, ugyanazt kérlem. Jó, akkor kiszámolom, ez 16 eur. Safeszunk összekövetést. Ékos 40. Keres már a WC-t. Motoros 9. Páncél 3-as szoktok rátenni. Az 60. Hello, tudnál segíteni? Ha azt hittem már megvoltak, vagy végeztek fel. Nem. Kicsit elment a hangom, muszáj volt egy megdott. Ja, azért nem mert nincs szükségem többre. Annyit tud a monitorom is. Turbo pedig 70. Ez összesen 326. Magam is. Jó, rendben, és akkor rakom belefele. Az igen. Tessék. Köszönöm. Szevasz Józsikám, mi a helyzet, nyomozó uram? Minden rendben van. Gyere ide, tesóm, adok neked egy kis kaját. Ú, de jó. Szeretek ide járni. Látod, én mindig gondoskodok róla, tesóm. Mindig. Remélem ezt figyelembe veszed. Valami innivalód is van. Adok én, tesóm, parancsot. Sőt, szépen. Nézd, tesóm, nézd. Látod, Vesz bátya milyen veled? Nagyon jó vagy. Mindig jössz és bátya készül neked, mindig vállal. Igen, köszönöm. Szívesen. Hogy ne tetszene. A kívülről lemossuk belőle a kiporszívózókat, és összefalat váltott kormánytoknak üvegeket. Pont ezt akartam, hogy egy rendes minőségbe tudjak streamelni. Mármint eddig is jó minőség volt, de azért most azért sokkal jobb, remélem. Remélem, hogy az lesz. Vettem kamerát is. Most már. C920-est. Nem egy nagy durranás, ez volt csak. De legalább most már szabad a telefonom. Mikor? Hát ne stream közben. Amúgy hívhatsz. Parancsolja a rendőről. Nagyon szépen köszönöm. Tudok még valamivel segíteni esetleg? Nem. Akkor szép napot, kitartást. Viszontlátásra. Sziasztok. Megnéznél? Mindjárt kimegyünk a keletire. Megnézzük, mit megy. Szevasz, Jóca! Két Primus sub is jött. Alkotóitól. Köszönöm szépen, alkotói, a két Primus subodat. Igen, lett egy 3080 a gépbe. Na, azt el is kapjuk.
Köszi szépen, alkotói. Jó napot kívánok. Jó napot. Városi József Mimozó vagyok. De miért állítottam meg? Nem tudom, tetszik az autó? Ötletes így? Nem szép, nem csúnya autó amúgy, nem csúnya. Köszönöm. De más miatt állítottam meg. Más miatt? Hát akkor gondolom a sebességgel nem volt valami rendben. Nagyon jól gondolja, igen. Hát most jöttem ki a szerelőtől, kíváncsi voltam, hogy húz vagy nem húz. Igen. Hát bal szerencsére én is pont ezt néztem. Na, az igen. Hát akkor nem lett volna muszáj levillogjon, rögtön mehetünk volna egy kicsit tovább is. Hát igen. Legyen óvatosabb, mert vannak őrültek az autópályán. Néha rendőrautóba. Néha abban is. Lehet be, viszontlátás, igen. Semmi büntetés, semmi, köszönöm szépen. Nem, most csak egy figyelmeztetéssel megúszza. Ilyen no. vagyok, ilyen vagyok. Viszlát. Nagyon rendes, viszlát. A Civic is jót megy. Gyerünk már! Na, beérjük a Civic-et? Dehogy nem. Szevasz, miről besz? Jó napot kívánok! Jó napot! Városi József Nyomozó vagyok. Tudja, hogy miért állítottam meg? Na, hogy gondolom a száguldás miatt. Hát igen, nagyon jól gondolja. Siet valahova? Nem igazán. Tök indokolatlan volt a 250-es tempó. 250, nem is megy annyival. 238. Na. Mondjuk szép kocsi, nem mondom. Szeretnék is próbálni? Hány ló elő? 150. Milyen motor? 1.6? Így van. Nem rossz. Rendben. Egy vezetői engedélyt kérek szépen, forgalmi engedélyt és tuning engedélyt. Átadnám magadának. Köszönöm szépen. Racír. Egy pillanat türelmet kérek. Rendben a forgalmi is rendben van, vissza is adom. Köszönöm. LPVV. Rendben, egy tuning engedélyt kérlek még. Jasszabban ujjam, mi a terve, mit szeretne velem csinálni? Hát darázs volt a fején, csak leütöttem. Ja, köszönöm. Tuning engedély? Igen.
Hát ez benne van a forgalmiban, nem? Nem. Az jó, mert olyat nem kaptam, pedig kértem. Kitől kérte? Hát amikor csináltattam a forgalmit. Hát... Pedig a kettő az két külön dolog. Rendben, jöjjön vissza a jármű elé. Nehogy elüssék. Jó napot kívánok, városi nyomozó! Egy... Aranyszínű Honda Civic-et fogok beküldeni hozzátok. Van szabad időpontot a tuning engedélyre? Persze, küldje csak te só. Rendben van, akkor mindjárt indítom. Jó, elmentem már számodat, mert nem tudom, hogyha hívsz, hogy ki vagy, jó? Jó van, köszönöm. Jó van, Józsikám, szívesen, szava! Rendben, foglaltam időpontot, tuning engedélyre. A gyorshajtás miatt kiálltok egy bírságot, az engedély hiányától eltekintek. Most viszont mindenképp menjél, mert várnak, jó? Oké. Rendben, akkor azt mondja, hogy... 238. Hát épp, hogy nem csúszol bele a 100%-osba. Ez 100 eurós bírság lesz. Már ki is küldetek. Rendben, aláírom, letépem, tessék. Átveszem. Rendben, várnak akkor a HKS-be. Csináltassa meg mindenképpen. Viszlát! Viszlát! Tényleg gyönyörű amúgy. Az meg el sem tudjátok képzelni, hogy mennyivel másabb így grafikával játszani, komolyan. Mintha egy tök más játékkal játszani. Igen, és direkt leteszteltem még offline tegnap előtt, este, hogy akadozik-e, hogyha bemegyek, és minden fasza volt csúcsidőbe is. Úgyhogy ahhoz lett bekonfigurálva minden, hogy csúcsidőbe is jó legyen terhelés alatt. Úgyhogy ez most már ilyen marad. Tudom, hogy nincs. Most van. Most nincs. Most van. Most nincs. Most van. Most nincs. Most van. Most nincs. Most van. Jó, hát 360-ról én meg egy 1660-ról, érted? Tehát... Te a Porsche-ból ültél át Ferrari-ba, én meg a Seat Ibiza-ból ültem át Lamborghini-be. Érted, miről beszélek? Kösz szépen, designer. Hát az a helyzet, hogy képzeljétek el, Nagyi lepett meg vele. Nagyitól kaptam a 3080-at. Kervesen feleségű, szerintem ez nem kérdéses.
A procim az nem rossz amúgy. Azzal nincs baj. Kártyával volt probléma. Vagyis a kártyával se volt óriási probléma. Mert azért ment a stream, ment minden, tehát tudtam vele működni. Csak már vágytam egy kis minőség. Kis minőségjavulásra. A parádés mobilok, szupergyors laptopok, menő fejhallgatók és más prima cuccok meg a kedvező áron már itt toporognak az ajtód előtt. Meg a kiárusítás! Alza.hu! Igen? Hát... mindent megteszek, mindent tőlem tehetőt, bár az út az rögös lesz odáig, de megpróbálok kitartani. Nem, csak áldozatra várunk. Hát igen. Ja, szerintem is Vitónál szemcsés a kép. Igen? Azt nem hiszem, mondjuk. Nem szedem le. Nincs időm. Nincs időm csak úgy játszogatni, az az igazság. Nem is nagyon szoktam. Tehát ha játszok valamivel, akkor az általában streambe megy. A stream nélkül nagyon... hát a Frostpunkot próbáltam ki, ugye, mikor letöltöttem hozzá a Cheat Engine-t. Azt játszottam offline. Inkább végigpörgettem gyorsan. Hát Vito, ez ilyen is lesz. Az az igazság, hogy ez csak durvább lesz. Átmegy az egész ilyen, nem is tudom. Nem fogsz te se csak úgy játszogatni. Mondjuk ez nem feltétlen törvényszerű. Én nem is tudok úgy játszani. Nekem kell, hogy... hiányzik a közösség, hogyha csak úgy játszok, olyan, mintha offline lennék egymagam, érted? Olyan, mint a single player, multiplayer és a stream. És nekem már se a single, se a multi nem megy úgy, hogyha nem megy a stream. Valahogy ilyen, nem tudom, hülye dolog. Valahogy úgy nem köt le. Ugye amikor elkezdett az ember singlebe játszani, még 10x éve, 20 éve, de királyai tudsz játszani, el vagy magadba, aztán jöttek a multis játékok,
Ó, hát akkor már single az ki van lőve, most már csak a multi. Milán köszi 195, szavasz! És mióta meg van stream is, most már ki van lőve a single is, a multi is. Most már stream nélkül semmi. Nem jön senki. Ja, jó beszélgetni a cseten, jó, hogy nem vagy egyedül. Persze. Meg az egy idő után kialakulnak itt is haveri baráti kapcsolatok, érted, itt a közösségen belül. Hoppá, 222! Kívánok! Városi nyomozó vagyok. Tudja, hogy miért állítottam meg? Szerintem igen, szerintem kicsit gyorsan hajtottam, nem? Hát lehet, hogy egy kicsit igen. Most vettem érted az autót, kihoztam gyárból, azt meg akartam nézni, mennyit tud benni. Mikor most? Kb. 10 perce. Szerintem 10 perce. Értem, hát sajnos ez nem jogosítja fel arra, hogy 222-vel menjen a városba. Ó, ott az 280 is. Hát igen. Rendben, vezetői engedélyt kérek, illetve forgalmi engedélyt és tuning engedélyt. Ezek még nincsenek rá, mert mondom, hogy most hoztam ki, tessék. Egy 10 percig a gyárból. Rendben, adásvételi szerződés van? Hát, hogyha gyárból hozom ki, akkor nem kapok. Hogy nem kap? Nem adtak, érted? Értem. Én azt hittem a rendszámot nézni. Hű, geci. Éppen nézem a dolgait. Rendben van. Most azonnal menjen a HKS-be.
Jó. Azt jó, Zsika nyomozó. Szia! Van szabad időpontotok forgalmi engedélyre és tuning engedélyre? Persze, benn vannak a kollégák. Rendben, egy ilyen foszínű Ferrarit küldök be, mindjárt ott van. Oké, és köszi! Köszönöm, szia! Csőke! Mehetek? Még a gyorshajtásra kiálltom a cseket, az mellett nem tudok elmenni. Ja, jó, az mennyi lesz érted? 100 euró. Mondjuk az mellett nagyon tudok elmenni, hogy az autópályán megfordultál kézifékkel. Nem fordultam meg kézifékkel. De igen. Nem. Teljesen mindegy, hogy kézifékkel fordultál meg, vagy nem. Ja, az. Még kicsit azért balesetveszélyes megfordulni itt a keleti autópályán, nem gondolod? Dupla zárlóvonalon. Hát te nem jött se onnan. Attól még az egy dupla zárlóvonal. Ja, jó. Rendben, aláírom, letépem. Tessék. Köszike, köszi. És ilyes a HKS-be válnak. Sietek, úristen. Annyira azért ne siessél, hogy átlépd a sebességkorlátot. Oké. Okay. Világítás! Na igen, Vito. Kíváncsian várom. Csillan, várom a Vito rendőr karaktert. Dehogy nem. Simán jó. Köcsögli! Most megvagy! Köcsögli! Ez ma már neki az ötödik, ugye? Napot kívánok, hát lassan mész tovább, és ugye szokták mondani, ötödjél le azért, csak meglettél. Ez mi volt ez öt menekülési terv? Nem tudom.
Mondjuk nem volt rossz, nem volt rossz, csak hát itt volt egy nagy hegy. Az sajnos. A pütös pizzába. Rendben van. Már itt a lámotort, ez már úgy sem egy szavva. Hogy érzed magad? Nem most jobb egy kicsit. Csírali, hát igen. Frakciókocsival ötödjére menekül. Elég én le vagyok izzadva, yes. Hát én is elég izzadva. Öt menekülés után. Hát nem is menekültem. Nem? Hát megértem, no. Pedig, hát pedig felismerlek. Az én emlékezetem nem csal. Ember, de hogyha szokkolsz utánam, akkor hogy ne ijednék? Jó. A szememben ne világítsz már. Tudj, hogy kábítószeres vagy. Én nem vagyok kábítószeres. Vedd le a szemüveget. Ne világítsz már. Ember, meg fogok fakulni. Vedd le a szemüveget, megnézem a pupilláidat. Jó, akkor. Szék. Ha valaki lőtt. Ez egy lövés volt. A pingom szint. Úristen. Ki tudsz állni a kocsiból? Picna. Ki tudsz állni a kocsiból? Ki persze. Lendben. Lendben, gyere velem. Az hova megyünk? De a kocsi hátuljához. Okisz. Rendben. Pakolj ki a zsebeidből mindent a kocsi hátuljára, a csomagtartóra. Okisz. Szúrlóvágó eszköz van nálad? Nincs. Nincs. Fegyver? Van. Rendben. Ha megnézem a zsebeidet, akkor nem nyúlok tűbe, nem érem. Miért mit szta? Tűbe nem nyúlok, ugye? Tűbe nem. Nem. 100%-os, akkor várjál, hogy licem ki az ebémet akkor. Nézzük csak akkor. Rendben, megnézem akkor, hogy mi van. Tedd fel a kezeidet vissza. Oké. Beretta. Rendben, találok itt egy pár pisztolyt. Hátra betülve. Most kiveszem innen, amíg tart az intézkedés. Oké. Rendben, leteheted. Akkor nem fordulok meg? Megfordulhat. Most személyigazolványt mutassál fel nekem, mint okay. Szíves. Teszik. Köszönöm. Lilece. Miért menekültél? Már megjöttem tészen azért, mert szokottál, vagy szűz. Rendben, gyere ide! Találok valamit a kocsiba? Nem hiszem. Rendben van. Fegyverengedélyt kérek szépen. Oké, már... Hevessük össze követést. Teszik, itt van. Teszik. Rendben, vissza is adom. Oké, köci. Ezt is visszaadom.
köci. Viszont a bírságokat, azt megírom. Jó lent, Cek. A csongyá. Volt 4 lendülő menekülésed. Egytől eltekintek. Oké, ezt lendítszek, és akkor az 3? Nem, összesen volt 5. Hm. Ám már megint lőtt a Campbell. Szerintem csak vadász. Ám baba, vadász? A látszik ez itt? Gyors hajtás. Tessék. És mondjuk, hogy nem láttam, hogy tönkretettél legalább 72 oszlopot és táblát. Ám, boci. Lenben aláírom, letépem, oda is adom. Köci, akkor elveszem. Lenben, hívek neked egy szerelőt? Anya. Hello, uram! Szia! A keleti autópályán baleset történt. Esetleg ki tudnál jönni? Küldök neked egy címet. Persze. Itt befejezem a szerelést, és akkor megyek. Megben, ráérsz. Egy kék ML Mercedes. Jó, oké. Küldöm a címet. Szia! Köszi, köszi, szia! Kicsit elvesztettem a kormány érzékenységet. Te a realitás érzékenységedet vesztetted el szerintem. Lendben, úton van a szerelő, aztán megnyilásodok még egyszer. Oké, szlendszek. Szia! Mi? Szép napot, kollega! Esetleg csatlakozna hozzám? Nem ismételje, kolléga? Esetleg csatlakozna hozzám? Járőrözni? Nem róla szó, viszont nekem még van egy kis elintézni való. Amint készen állok. Lendben, szóljon majd. Tupac, kösz a követést! Elmegyünk, tankolunk már egyet. Az összes benzint belocsolom előre. Thank you.
Nincs textúra pakkom. Siba alap GTA grafika. De érdekes, sokan kérdezik amúgy. Nem tudom, olyan, mintha textúra pakkom lenne. Érdekes. Azt a kurva életben. De Csigit se lehet elsívni. Jó napot kivárok. Jó napot, Józsika. Éppen hát a címen voltam, ahova hívott. Rendben van. Rendben. Rendben van, szép napot. Szép napot. Hogy ment ez a merci, bazd meg? Hogy ment az úgy? Amúgy, az egyéb sose vett 270-et. Á, nem bírságolom meg, ő az, akit mindig felhívok, hogyha küldök oda valakit. Sokat hozzátesz. Te vagy az aranyhondás? Jó, de tudjátok, hogy nem szeretem, ha megmondjátok, hogy ki kicsoda IC. Senkiről nem szeretném tudni. Amúgy tényleg jót megy. Hát, de a Mercivel utolértelek volna. Tudom, hogy annyival mentél, hát bemértelek.
Na jó, járőrözzünk egy kicsit. Nyilván. Kukás mennyivel megy? Hogy lövi neki? Jaj, elviszem. Mindig öröm látni egy kollégát. Micsodát? Egy kollégát. Tényleg lefoglaltak, bocsak, nem kell beszélni. Persze, hogy nem. Messze nem is vizém. Ugyan. Na, ezt már szeretem. Egyedül. Persze, jó lenne, hogyha felvenni a másik kollégát, vagy akármi. Már szóltam neki, de dolga van. Viszont maga csatlakozhatna hozzám. Kicsit később. Ja, egy gondoltam. De viszlát. Viszlát, Tavi, uram. Hát sajnos a kukások ilyenek, igen. Hogyha nem látod őket beszállni, akkor repkednek. Nézd meg! Csak csinálják! Egy kék gémel színes üzlők a keleti autópályán. Számíthatok erősítésre? Keleti autópálya haladó készek felé. A rendszáma Sándor, Hugo, Olga, Tamás 99.
magad. Még mindig éjszak fele haladunk. Most hagytuk el a szerszámboltot. Geci, kigurultam a székkel. Lehetben, most hagytuk el az alagutat. Még mindig éjszak fele haladunk. Most hagytuk el a boltot. A 240 km per órás átlag sebességgel haladunk. Beértünk a városba, konditerem mellett haladunk el, megyünk tovább éjszaknak. Konditerem felé letértünk. Beparkolt a konditeremhez. Jó napot kívánok! A csumiznak, na? Az hogy na? Nem vette észre a megkülönböztető jelzést? Szólt a zene, ja. Most kezdtem. Rendben, maradjon itt. Beparkoltunk a konditeremhez, azt mondta, szól a zene, nem hallotta. Na hát igen, reggel korán fel kell az ember, azt már kötekszel, Józsi, a pival. Hát nem mindenki fél egykor kell fel. Szóval a zenétől nem hallottam meg különböztető jelzést? Ja, éppen szólt a tupe. És a zene miatt mentünk 240-nel? Ja, hogy mentünk 240-nel. De igen. Bent van a Trafipax. Hát mutass egy képet róla, hagyd nézni. Tudod, nem mentem 240-nel. De igen. Aha, na mutasd azt a... Ha? Mit van elő, látod? Na értem, már szerintem valami tönkre ment. Nem ment tönkre semmi. Egyébként a kötelességünk megmutatni nekik, csak hogy legyen tisztában vele. Ugye már ide Józsika. Igen? Éppen a emberem is most mondja, hogy folyamatosan basztak. Ha nem tanúsít ellenállást, akkor csekkezze meg. Nincs pénzem. Személyi csekkezés. Ez a munkám. Nem basztatom. Ja, gyújtsál rá, tesó. Köszönöm. Bírságot muszáj vagyok kiállítani. Micsoda? Bírságot a gyors hajtás miatt. Na húzz el innen, mert picsárugdoslak. Milyen bírságot? Leírom. Aláírom. Jettépem át is adom. Nagyon szépen köszönöm. További szép napot kívánok. Szerencsétlen, hogy itt van a munkatársad. Szerencsétlen, hogy itt a munkatársad. Legközelebb halkabban szólj a Tupac. Jó van, ne dumáljál annyit. Lentben megbírságoltam.
Semmi probléma nem lesz ezzel, Bazsika. Tudsz vele RP-zni? Tudsz vele RP-zni, bőven. Még vissza a kapitányságra. Még is. Azért jót megy. 295. Na és mennyit megy úgy? Na jó, ezt most megnézzük. Nem bírom ki, hogy ne nézzük meg. ...360. A fasz az a rövid nadrág. Ez jó sorozat. Tessék? Ez jó sorozat, én is szoktam nézni. A lópikulát tegnap lecsuktunk egy ember, csak a körözés nincs rá lecsuktunk. Ja. Akkor... 45-43. Akkor ez nem lesz a fasz volt véletlenül se, ugye itt a parkolóba? Jó napot kifádok. Biztos nem akkor rosszul láttam. Nem tudom egyébként, hogy ezt a kabátot egy picit lejjebb kell lehúzni, mert olyan a hangja, mintha érti, vödörből beszélne. Eltakarja a száját a prém. Tegel? Maka mi a jó büdös francért van kisgötyám? Bazd meg, lehet, hogy a izé... A kamer... Elég nehéz azt a szolgálati nadrágba tekerni. Ki a franc engedte meg magának, hogy kisgatyában járőröz?
Lejjebb húztam, most jobb. Jobb, sokkal jobb. Lényegesen. Köszönöm. Hát előbb is szóltott volna valaki. Pütös picsába. És nem mondja, hogy nem néz ki jól, uram. Teljesen jó. Olyan, mint a szegedi fordulat is ebben. Igen. Ezt hallottam én is. Mondja a doszpot. Öltözzön föl, először is vegye fel a szolgálati ruháját. Ez is az, de rendben. Te kurvára nem van. Elméletileg majd jön meg a vallodából a ruhám. Mert jól várom. Végre nem lesz kurva melegen folyamatosan. Kiveszem a 10 perces időmet, utána jelentkezem. 14. Na, srácok, egy kis szünetet kérek, egy 5-10 perc és jövök. Gyorsan bekajázok valamit. És meg megcsókolgatom a szerelmemet, aztán ülök vissza. De pillanat, nem lesz sok idő. Figyelj, már itt van még? Tessék? Valaki keresett? Igen, kinek a nevére állítottak el az előző csekket? Balog Vito. Jó, átnézze a körözöttek listáját? Még most? Talál-e ott valami hasonló? De ha itt van? Igen, találok. Na, ezért kell átnézni, látja? Persze, szerencsére tudjuk, hol találjuk meg. Na, hogyha befejezte az ebédszünetét, akkor Vuk kollégával, nem egyedül. Tehát akkor dimistaként egyedül. Hát talán hárman mehetnénk oda inkább. Nem kellünk oda hárman, miért tekintettel arra, hogy ő sem volt már egyedül. Hát akkor oda mennek szépen, kilesik, vagy beülnek egy interceptorba, és kilesik, hogy mikor indul el. És indulás után levillogják. Tehát nem kell, hogy veszélyeztessük az életünket, tehát nem megyünk be a medve barrangjába. Persze, hogy nem. Főleg az enyémet nem. Persze. Úgyhogy, ja, tehát be kell hozni, meg ki kell kérdezni az üggyel kapcsolatban. Letben van. Akkor szólok, ha megittem a kávéskámat. Jó, Huk itt lesz meg? Itt, persze. Jó, én meg elmegyek vészél. Jó kakilást! Köszönöm! Mindjárt jövök. Nem is elje.
Na, itt vagyok. Hát nem tudtam, hogy te vagy. Haló. Szia, Józsi vagyok. Ha? Vagy? Van egy kis kellemetlen helyzet. Azt, hogy leállítottál, azt ki akarod fizetni a szarjaimat? Nem. Tudod, körözési listán vagy. Én mióta? Egy ideje. És szeretnélek megkérni, hogy gyere be a rendőrségre, és beszéljük meg ezt a dolgot. Hát, öcsém, mindjárt megyek. Rendben, köszönöm. Dumi. Visszajöttem. Négy, itt várom az oldalsóval. Rendben, felhívtam az urat, és bejön a rendőrségre. Szuper. Úgyhogy itt megvárom. Felhívtam, mondtam neki, hogy van egy kis probléma, fent van a körülési listánkon, úgyhogy jöjjön be és beszéljük meg ezt a dolgot. És együttműködően azt mondta, bejön? Igen, azt mondta, bejön. És hát reméljük, így lesz. Hát reméljük, talán jobb ez így mindenkinek, hogyha megpróbáljuk először békés úton elintézni. Ez így van. Csak bejön. Dani vagyok, kösz a követést. Elég mozgalmas időlőttöm volt. Igen? Igen. No, mik történtek, uram? Hát csináltam egy félsávos igazoltatást. Aztán klafipaxoztam. Igazából a klafipaxozásból adódott minden. Mindezt egyedül? Hát jobb hiány. Értem, most ugye azt tudja, hogy egyedül nem túl biztonságos még ilyeneket sem végezni. Hát, sosem vagyunk egyedül. Hát, ez így van. Ja, hát akkor. És mit mondott ez az úr, mikor érkezik? Nem mondott időpontot? Nem kérdeztem, megkérdezem tőle. Haló! Vözlöm, csak érdeklődnék, hogy mikor érkezik meg?
Ka, te szerinted hogy a passzomba repülőgéppel megyek? Hát kint vagyok vidéken. Értem, és úton van? Szerinted úton vagyok? Tudom, hogy megyek. Mikor? Csak már várjuk. Ott vagyok 5 perc. Cseh. Viszal. Azt mondta, vidékről jön. 5 perc, se, és itt van. Ebbe. Volt pár hülye gyerek, elkezdték a bójákat felrúgni, amiket leraktam. Csak így, karhatalmileg? Igen, csak úgy. Ez csodálatos. Hát huligánok mindig voltak, lesznek is. Vagy csak abból az indulatból, hogy megállította őket? Majd csak úgy félreálltak, aztán elkezdték felugdossi őket. Aztán elkezdték mondani, hogy meg akarnak verni, meg ilyenek. Remélem nem fejültetlegeség a dolog. Nem, összepakoltam és ott hagytam őket. Sajnos ilyen időket élünk, amikor mindenki azt hiszi, hogy becsicskíthatja a rendőröket. Pedig ezzel elkéstek. Mi már a rendszer tiszkái vagyunk. Hát, mond valamit. Te megjött. Jó napot. Na, jó reggel. Szép jó napot, kedves uram. Már is mondom, hogy miért hívtam be. Na, miért hívott be? Van egy aktív körözés, illegális fegyver használata és életveszélyes fenyegetés miatt. Na, ez kizárt dolog. Értem. Menjünk le a kihallgatóba és megbeszéljük ezt a dolgot. Rendben. Először átnézném a ruházatát. Jöjjön. Az igen. Rendben, átkapogattam, nem találok semmi fegyverzetet. Találtál valami, találtál, azért van itt egy nagy fegyver. Az lám nem veszélyes. Na-na. Jó, hol nagy szagod ma Józsika? Hát ebben a dögmeleg kabátban. Csoda, hogy faszagom nincsen. Hónaest itt vagy valami. Itt már nem használ. Rendben. Minden az egyesbe bemegyünk. Rendben. Oda ülek, kérlek. Oké. Rendben. A formalitás kedvére szemigazolványt kérek szépen, utána ismertetem a jogaidat. Tessék, itt van. Köszönöm szépen, Balog Vito. Rossz Vito. Fejlem a figyelmét. Milyen Vito? Balog, Balog, Balog Vito. Az igen, így van szerintem. GH-val a végén. Igen, GH-val.
felhívnám a figyelmet, hogy a kihallgatás során kép és hangrögzítés van folyamatban. Bármi, amit mond, az felhasználható önállóan a bíróságon. Jogában áll hallgatni, és jogában áll ügyvédet fogadni. Ha erre nincs pénze, akkor a rendőrség kilendől egyet önnek. Értette a jogait? Persze, jó. És kíván élni valamelyik jogával? Nem, köszi. Mindenben van. Hát így ez egy kicsit bonyolultabb ügy lesz, úgy érzem. Na miért? Hát, mert elég bonyolult ügy, mert beszélünk. Ez egy március 15-i körözés. Március 15-e, kizár dolog, a csajommal voltam. Ja, itt voltunk a Vidámbarúban. Pánkokat tettünk, meg ilyesmi. Rendben van. Hát a szexeltünk. Egész este. Majdnem reggelig. Ki a hölgy? Dobinak hívják. Mi a rendes neve? Na hát tudja, passzom, annyira nem ismerem. Most akkor nem a barátnőd? Hát de, tartogatom érte. Valami Dobi. Aztán nem is, aztán randiztam a Stázikával is. Ja, vele is voltam. Hánykor? Hát ilyen 8 óra környékén. Rendben, akkor 8-ig a Vidámparkban volt? Igen. Hány órától? Hát körülbelül olyan délután, 1-től 2-ig. Egytől, ja. Este 8-ig. De miért? Most mi lenne egyébként, mik a váda? Amit elmondtam az előbb, illegális lőfegyver viselése és életveszélyes fenyegetése a civilel szemben. Meddig volt Landin Stázival? Hát, hajnal 2-ig, ja. Értem. Délután 1 előtt mit csinált? Aludtam. Tehát egész nap a Vidámparkban volt, délután 1-től 8-ig. Persze. És mit csináltak? A maga mit csinál egy Vidámparkban? Eszek. Na hát mi is ettünk, ja, meg dodgemeztünk, meg ilyen. Pontosan szükségem lenne rá, hogy mit csináltak. Hát tudja, van az a nagy kör, az a hullámvasút, tudja, ami ott van a Vidámparkban. Na, azon volt egész nap. Most a hullámvasúton vagy a... Vagy az óriás kegyekre gondol? Mindkettőn. Felváltva voltak, vagy egy kicsit igen, itt, meg egy kicsit ott? Hát egy kétszer itt, kétszer ott. Értem, és utána? Ha menjek bele részletesen? Igen. Hát figyeljen, a óriás keréken felújasztam a Dobit, még erőteljesen. Elélvezett, hogy kétszer vagy háromszor. Utána a hullámvasúton. Meg Mária, ő kezdett el fogdosni engem ott, egy kicsit értem, és fel is izgultam. Ezután ugye ez ment a kis petting, az egyszer-kétszer elmentünk ugye a parkolóba, lerendeztük egymást, aztán folytattuk a helyi autókat a hullámvasúton. Tehát akkor hányszor volt a hullámvasúton összesen? Előbb azt mondta, hogy kétszer. Felváltva mondom, kétszer elmúlt. Na kétszer hullámvasút. Kétszer másik. Két óriáskerék, két hullámvasút, két óriáskerék, két hullámvasút. Így ment egész este gyors. Így. Hát közben egyszer-kétszer bementünk a büfébe, ettünk valamit. Mit? Leültünk a kocsiba, bekapott valamit a csaj is, aztán folytattuk tovább az egészet. Mértem. Ja. De nem értem, miért ilyen fontos ez, hogy hol voltam. Mit nem ért rajta? Az előbb mondtam, hogy azért meg körözés van magának. Hát de kizárt dolog. Hát most mondom, hogy én Vidámparkban voltam. Rendben. És még egy barátom is ott volt egyébként, a Medve úgy hívják. Ő hozott nekem pénzt, mert elfogyott a pénzem. Igen. Mi a rendes neve a barátjának? Jimmy Cray-nek hívják.
Rendben. A kedves barátnő a telefonszámát szeretném, ha megadná meg a barátja medve telefonszámát is. Hát természetes. Mondhatom? Igen. Pillanat. 278. Ez kié? A Bobié. És bocsi, ez más szám, várjál. 575, ez a csajomnak. A csajomnak a száma. Dobi. Igen. 575. Kötőjel 4811. Rendben, és a barátkáé? Az 322. Kötőjel 2209. Ja. Nyugodtan hívják fel viszont... őket. Annyit visszakérdeznék, ez az ominózus vidámparkos történet, ez milyen időintervallumban történt, mettől meddig? Most mondtam, körülbelül egytől mentünk oda a délután, egy vagy kettő környékén. Nem tudom, mert még ugye délben, ugye még, na még na, felkeltem, csináltam egy szendvicset magamnak, aztán ja, hívott a csaj, hogy vigyem el randizni. Ja, szóval a délelőtt folyamán aludt, igaz? Igen, igen. Olyan délbe keltem, ja. Milyen gépjárművel mentek ki a Vidám Parkba? Á, csajomnak a kocsiával, egy, nem is tudom, valami csajos kocsi, egy rózsaszín Ladával, hogyha jól tudom. A rendszámot hiába kérdezi, nem nagyon szoktam. Nem fogom uram meg. A kollega elolvasta a jelentést? Igen. Akkor itt egyértelműen ütközés van. Á, és mi az ütközés? Hát sajnos a jelentés részletei nem publikusak. Na értem, de hát azért nekem is fel kéne világosítsanak róla, hogy mivel vádolnak, nem? Hogy... Ez így van. Annyit ír a jelentés, amely része publikus, hogy a nap folyamán ön és egy ismeretlen maszkos úriember feltartóztatták az egyik kollégánkat, aki civilben épp a lefoglalt garázsból próbált kihajtani. Ilyen nem történt. Meg is nevesíti, hogy egy Tech 9 típusú fegyvert tartott az a kollégára. Ön... Ki jön a velem kollega egy pillanatra? Hogy komoly fegyverekkel. Nem tudom, hogy szembeszállhatunk-e azzal, hogy egy bukós iszakon keresztül ismerte fel Vítót. Ez 100%-osan nem bizonyítható így. Természetesen, az se biztos mondjuk, hogy volt rajta bukós isak. Az van egy ez sajnos, hát hogy a másik úrom volt. Hát, az biztos, ez sajnos hogy... Parker úrra lenne szükség, úgyhogy én azt az mondom, biztos, addig jegeljük ezt a dolgot. Addig védekezzen szabad lábon, ugye? Természetesen. Rendben. Amint Parker megjött, akkor vele tisztázzuk ezt a dolgot, szerintem addig nem, nem járhatunk el. Rendben. Beszéljük meg, addig leállítom a képest. Na, mire jutottunk? Arra jutottunk, hogy sajnos olyan dolgokba ütköztünk a kihallgatás során, ami jelenleg bizonyíthatatlan mind a két oldalról, úgyhogy nem is szeretnénk tovább vinni ezt a dolgot. Vissza fogjuk hívni később, addig szabadlábon tartózkodhat. Még szép, nem tettem semmit. Mit akarnak már rám verni megint? Nem akarunk semmit se önre verni, a végére szeretnénk jutni a dolognak, és nem szeretnénk elhamarkodott döntéseket hozni. Meghallgatunk még pár tanút, be fogunk idézni a rendőrségre, és aztán, ha önt is meghívjuk, akkor legyen szíves, fáradjon be, és akkor a végére érünk ennek a dolognak. Rendben, természetes, de azt ugye nem tudom, vegyék jegyzőkönyvbe, hogy mostanában elég sok mindent akarnak rám verni itt a városba. Szóval mindenféleképpen feljelentést szeretnék tenni ez ellen a civil rendőr ellen, mert rágalmazás ez, amit rólam mond. Természetesen, ehhez megvan a joga. Sajnos ellen kell lenni a kollégának is. Igen, remélem, hogy minimum egy szembesítés által ki tudok hárni a igazam ellen, mert
ez, ami itt a városban folyik, hogy most már, mert fekete vagyok, azt mindent ráfognak az emberre, azért, mert hogy Balogh Vito a nevem, ez egy kicsit borzasztó most már, szóval vissza szeretnék jönni délután a hűnna, akkor a ügyvédemmel, és akkor, na, akkor ügyvéd jelenléte mellett, akkor szeretnék tenni a... Ha legyen egy szembesítés akkor ezen a rendőrrel, és akkor járjunk a végére. És remélem, hogyha ugye ki fog derülni, mivel ki fog derülni igazamban, mert én tudom, hogy igazamban, akkor szeretném, hogyha ezt a rendőr megkapná a büntetését, hogy ilyen csúlyos vádakkal. Nézze, ha esetleg az ön igaza derül ki, ami nem mondom, hogy kizársz. Nyilván ezt nem lehetetlenség, ez itt a probléma. Tehát ha esetleg bebizonyosodik, hogy önnek van igaza, akkor mindenféleképpen a másik irányba fogunk eljárást indítani. Rendben, ebben biztos vagyok. Rendben, akkor ma bejönnék akkor a ügyvédemmel. Majd akkor jöjjön be, amikor felhívjuk. Addig hiába jön, mert valószínűleg addig nem leszünk kész az anyaggal. Rendben, de nekem is meg kell beszélni, majd jöjjé akkor a ügyvédemmel. Persze, beszélje meg az ügyvédjével. Világos, csak az a kolléga nem lesz szolgálatban, hiába jönnek be ugye a szembesítésre. Na látják, akkor jöjjön, ha felhívjuk. Lébet szólnak itt, csak akkor jönnek kollégák, mikor kedvük van. Én mindig itt vagy, akármikor hívnak, én mindig itt állok. Bármikor szólnak. Jövök. Rendben, akkor kikísérlem. Köszönjük szépen az együttműködést. Megkérem, hogy amíg nem zárul le a nyomozás, addig ne hagyja el a várost. Igen, ne hagyja el a várost. Hát, hogy ne kelljen megkeresnünk önt. Sajna az Interpol-nak ilyen kerestetni. Annyira le akartam volna lépni, most se jöttem volna be. Tiszta sor, csak nagy loszkó menjen, családi kilándulásra, vagy ilyesmi. Hát csak nem. Meg lehet tudni, ki volt ez a kollega? Sajnos ezt nem adhatjuk ki. Érdekes. Viszont látásra is egy kérdésem lenne, igen? Mert ugye az ügyvédemnek is fel kell készüljön ugye, na ebből az ügyből, hogyha bejövök a ügyvédemmel, amikor mondjuk maguk nincsenek. Milyen dolgot kéne innen, papírokat kéne, aktákat szeretnék kikérni erről az ügyről, hogy akkor mire hivatkozzak? Március 15-i jelentés. Március 15-i, ugye az ügyvéd által ugye neki ki kell adni. Szerintem az ügyvédnek kiadhatják, hogy ismertessék vele a történetet. Rendben, mert ugye fel kell készülni, nem úgy van azt. Természetesen. Valami meglepetés. Ilyen. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm. Viszlát. Köszönjük, viszontlátásra. Érdekes. Meggyőző volt. Hát igen, csak az összeférhetetlenség miatt így nem elég nehéz lett volna bármit is ráhúzni. Igen. Valami itt nem stimmel, de úgy is a végére fogok járni. Hát, maga a nyomozó. Mert ez így van. Le is indulok, viszok egy kávét. Tegyen úgy. Én lehet kiugrok a mozgóárushoz, hozzak valamit, ételt, ital? Nem, köszönöm. Rendben. Valószínűleg, hogy egy kicsit le fogom adni a szolgálatot, úgyhogy majd találkozunk. Rendben. Jó pihenést. Viszlát. Na, srácok, vannak dolgaim, kötelességeim, úgyhogy bármilyen hihetetlen, tényleg így van. Úgyhogy ennyi fért most bele. Tovább is viszlek titeket, és este találkozunk, szerintem. Kösz szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Köszi a szubokat, a donéteket, meg a hullámzást a közönségnél. Este találkozunk, jó szórakozást nektek Funkinál. Szevasztok! Yo! If you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now making money moves properly.
Yo, don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members, then they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out deals, then the gem man went out the macro spill. And arrive at a ting, my waist that's casual. If two man hop out the